Ronai Jego műsorvezető, újságíró, ATV-s kollégánk. Szervusz. Jó reggelt. Jó reggelt. Sziasztok. Gratulálunk, még egy díjazott, te szabadságdíjat kaptál. Ez megint reggel, ilyen gratulálunk. Díjas reggel. Köszönöm igen, szépen. Igen, itt szerkesztés folyik, kérem szépen. De egyébként milyen érdekes, hogy a Gergő se hozta magával a díjat, meg te sem. Én annyira amatőr vagyok ebben, tehát... Más az ott, hova raktad. De azt pontosan tudom, de eszembe volt, hogy el kéne hozni. A többi mellé a polcot. Aztán ez történt vele, hogy nincs itt. Aha. De ez valamilyen nagy valami? Nagy ez kérlek szépen egy díszes tokban egy díszes toll gravírozva, és egy szép mappal, mert a lényeg szerepel, hogy kitől miért milyen címszóval. És kitől miért milyen címszóval? Ez ugye a Szabad Sajtó Alapítvány, és a laudáció úgy szólt, hogy a sok éves, vagy az interjú műfajában kifejtett tevékenységért. És tehát ez egy interjús díj. Interjús. Igen, na jó, hát ebben tényleg van. Ez jó, mert nem a politikáról szól, még akkor is, hogy ezt a politikával kötik össze ezt a díjat nagyon sokan, de ez nem a politikáról szólt itt a díjazás, és az nekem jól esett. És te miről beszéltél, amikor te kaptál szót? Nem kaptam szót. Nem beszéltél? Nem, senki nem beszélt. Én beszéltem, amikor megkaptam ezt a díjat. Hát neked is van ilyen szabad sajtó díjat? És én a szabad sajtóról beszéltem. Azt én arról újságíró kollégáknak beszéltem utána a kamerában, de ott a mikrofonban nem. Tehát ha így kérdez, így is érvényes a válasz, akkor én arról beszéltem, hogy ez a díj ez azért jó, mert azt mutatja, hogy vannak helyek, vannak közösségek, ahol még fontos az, hogy kérdezünk, és valódi válaszokat szeretnénk kapni a kérdésekre. Ugye szerintem ma a sajtóban a legnagyobb hiány ebben van, hogy nagyon kevés helyen hangzanak el, vagy íratnak le valódi kérdések, és követeltetnek meg valódi hát válaszokat. Ez az egyik, amivel szerintem minket újságírókat folyamatosan zrikálnak, hogy mit mertek kérdezni, vagy kik írják össze a kérdéseket, vagy amit összeírnak, azt felül lehet-e bírálni. A másik pedig az, ugye, amikor amiből a riportalanyok... Amiből egy szó sem igaz, bocsánat, csak igen, ezt muszáj volt hozzátenni. A másik pedig az, ugye, amikor arról beszélnek a szabad sajtó apropóján, hogy van-e olyan fórum egyáltalán, ahol az ember el tudja még mondani a saját véleményét? Na de amikor meg az ember kérdez, akkor meg nagyon sokan óckodnak attól, hogy a saját véleményüket elmerjék mondani. Ez egy nagyon fura helyzet. Te meg mersz mindent kérdezni, amit te meg akarsz kérdezni? Én gondolom, talán, hogy igen. Nyilván a józanész határain belül, tehát vannak az emberek olyan információi bizonyos ügyekről, amiket nem tud bizonyítani, csak hallomás. Arra rákérdezni vérciki, mert adott esetben rossz helyzetbe hozod azt, aki egy pletyka áldozata. Hát aha, meg ne keverjük a publicisztikát az újságírókkal, a újságírással, fiúk, mert az egy dolog, hogy valaki hát a vélemény... A publicisztika az újságírás része. Igen, de a publicisztika más, mint kérdezni tényekre persze, alapozottan, racionálisan, logikusan és elfogultság nélkül és a nézőket érdeklő kérdéseket képviselni, mint a saját véleményeddel terrorizálnia. Még más egy élő műsorban szerintem kérdezni, vagy interjút készíteni, meg más otthon leülni a klaviatúra elé és írni anyagot, nem? Egy publicisztikát, bármit. Nagyon más műfaj, akár igen, még interjút is egyébként, mert egészen más szűrőn megy keresztül, amikor már leülsz egy számítógép elé, és megírod azt az interjút, hát amit felvettél, mint amikor így beszélgetsz. De érdekes, amit mondtál, hogy ugye egyre kevesebb hely van, ahol kérdezni lehet, de nekem meg rögtön az jutott erről eszembe, hogy egyre kevesebb ember van, aki hajlandó válaszolni, főleg a hatalom képviselői részéről, és ez is egy óriási baj, hogy emberek nem jönnek be, hogy kérdéseket kapjanak. Ezért nem mondott rosszat, Robi, bár előbb te rászóltál, hogy azért ez nem így van. Melyikre? Hát arra, hogy vannak leírt kérdések, nem itt. Tehát szerencsére ez egy olyan hely. Ja, én csak arra mondtam, hogy nehogy az ATV-vel kapcsolatban. Ez most ragadjon is meg így, hogy nem ez az a hely, de vannak helyek, ahol vannak leírt kérdések, és oda rakják az újságíró elé, hogy ezt légy olyan kedves felolvasni. És ha nem ezt kérdezi, akkor neki igen, annyi. De... Na, ezek azok a helyek, amire azt mondja a normális újságíró, hogy ilyen helyen nem szabad dolgozni. Ilyen helyen nem lehet dolgozni, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert és nem tudjátok, mindenki válasz. Tudjátok, mi az durva, hogy aki a túloldalon ül, mondjuk a riportalany, az vajon tudja-e azt, hogy ő vele most úgy beszélget mondjuk egy újságíró, hogy annak leírtak olyan kérdéseket, amit ő nem is mondott. Tudja. Szerintem tudja. Legyenek illúzióim, tudja. Nem hiszem el. Most álnaim vagy természetesen. Nem. Én nem hiszem el. Ha nem vagy, álnaív, akkor te nagyon szerethető vagy ezért, de most komolyan mondom. Figyeltek, szerinted a miniszter nem tudja, hogyha megköveteli azon a csatornán, ahol ezt ő megkövetelheti, szerintem hogy ezek nem legyenek a kérdések, hogy azt leírták? Szerintem azok az emberek gondolják azt, hogy össze kellene írni néhány olyan kérdést, amire mondjuk egy miniszter szeretné, hogyha rákérdeznének, amiről a miniszter nem tud. Szerintem a miniszter, meg mindenki olyan típusú ember,
hogy ő szeret kapni jó és néha kemény kérdéseket. Erről lehet szó, azért van úgy sokszor, hogy visszautasítják a valódi interjú lehetőséget a miniszterek. Na, valakinek azért... Ti jól el vagytok azért. Interjút készít. Egy másra. Ezt nevezik vélemények ütközésének. Ez már Krisztina, szerinted nem fordul az elő, hogy mondjuk egy miniszter szeretne bejönni mondjuk ide, de nem ér rá? De. Hogy ne fordulna elő? Isten ments, hogy ugye azt mondjam, hogy azt akarjuk kérdezni tőle, amit ő szeretne, hogy kérdezzünk tőle, akkor rá fog érni? De miért a miniszter megkérdezi azt, hogy ne haragudjon Rónai úr maga itt az Egyenes Beszédben ma este mit kérdezne tőle? Az a miniszter, aki már leül vele szemben, az már bátor? Nem. Valóban, ezt a kérdést nem teszik fel. De van egy másik olvasata ugyanennek a dolognak. Vajon az ő sajtósai miért gondolják azt, hogy ők elküldhetnek kérdéseket a sajtónak, és az újságíró kollégák bizonyos helyeken azokat a kérdéseket szolgai módon fel is fogják tenni. És nem tesznek hozzá másik kérdést. De milyen igénynek felelnek meg szerinted? Nem a miniszterük, a pártjuk, a kormányok igényének? De most ebbe jól belegabajodtunk. Ebben jól belefasztunk. De szerintem azt nem a miniszter. Én nem tudom elképzelni, hogy van egy olyan miniszter, aki azt mondja a sajtósának, hogy Béla, írd meg a Robinak, hogy ezeket a kérdéseket tegye fel ma a Robi. És semmi mást sem. Ez hülyeség. De eddig nem fordult még elő, hogy amikor áll fel a kedves politikus vendég a stúdióban, vége a beszélgetésnek, akkor odafordul, de nem erről volt szó, hogy erről fogunk beszélgetni. Nem. Még soha? Velem többször. Nem. Velem többször. Vagy várjál? Mert elvárja azt, hogy ami témaként megvan adva előre, semmi más ne forduljon elő abban a beszélgetésben, csak az. Na az a durva, hogy most bejön Szegényegon, és erről beszélgetünk. Ez a lényeg. Hát ez a fontos dologról beszélgetünk. Aha. Ez egy szabad De sajtó. De olyan, mintha most az egész szabad sajtót ez uralná, ez a helyzet uralná. Nem, ez a szabad sajtónak egy olyan része, amely nem annyira szabad. Én tudod, miért gondolom, hogy nem így működik? Mert ha így működne, a Rónai Egon nem ülne itt. Ő nem dolgozna ebben a médiában. Ez egy elég speciális nevetés, hiszen arról beszéltünk, hogy ez a televízió pont nem ilyen. Én pedig halkan hadd tegyem hozzá, hogy én szeretettel várom a miniszterelnök urat az ATV-be interjúra, ugye? Egyeztetett kérdések nélkül. Erre mit mondasz? Most, tehát tulajdonképpen most hivatalosan üzentél Orbán Viktornak. Meghívást szeretnék tolmácsolni az egész csatorna összes újságírója nevében. Ez egy fura dolog, ugye, amikor készült az Egyenes Beszédről egy úgynevezett promóciós film, autóztunk egy ATV-s kollégával, behoztak ide az ATV-be, és ő is kérdezte tőlem, hogy kivel szeretnék beszélni, és hát ki az, aki elérhetetlen az ellenzéki sajtó számára? Orbán Viktor. És akkor én is ezt mondtam, pont amit mondott, hogy hát kit várok, Orbán Viktort, lennének kérdései. Féljetek, Orbán Viktor egyébként nem, mint hogyha én most a sajtósa lennék, de ő azért olyan lennél a sajtósa? Nem tudom egyébként, hogyha egy nagy kihívást látnék benne, még az is lehet, hogy igen. De Orbán Szerintem Viktor annyiszor kihívás. Nem exponálja magát, hogy azt mondhatnánk, hogy milyen érdekes, mindenhol ott van minden nap, pont itt nincs. Jól fogalmaztál, nem nagyon exponálja magát élő interjúban máshol sem. Hát van a szokásos péntek reggeli. Szerintem ezt kimaxoltuk ezzel a meghívással, amiben mondhatom, hogy mind a hárman egyetértünk. Hogy várjuk? Aha. Igen. Hát hogy ne. Szerintem vannak még néhányan így. Minden esetre figyelj, Egon, akárhogy is tesz, hogy Orbán Viktor eljön az ATV-be hozzá, vagy hozzám, nem tudjuk. Hát te majd kíséred a sajtósatunk. Ott az jó rámra, igen, igen, hogy a lényeg az, hogy te kaptál egy nagyon jó díjat, és azt gratulálunk. Köszönöm, aranyosak vagytok. Mi pedig befejeztük a napot, az első közös napunkat, Robi. Ja, de egyébként holnap is együtt leszünk. Holnap is, így van. Azt kell mondjam, hogy én szinte éreztem, hogy mi nagyon jók leszünk elsőre együtt. Én is így éreztem. Örülök neki, hogy így volt. Igen, majd utána őszintén nem mondjuk egymást. Nem, komolyan. Szeretem, hogy nagyon más a véleményed, és mégis tisztelettel tudunk együtt dolgozni. Azt hiszem, hogy szeretem a nagyorú embereket. Ez szokott folytatódni. Jó, legyen szép napjuk, vigyázzanak magukra, és van egy nagyon jó hírünk, tényleg ezt szeretnénk elmondani, jócskán túléptük már az adásidőt, hogy a mai naptól tavasz van. Tényleg? Jó idő van. Majdnem elfelejtettem. Igen. Hivatalosan jó idő van. Élvezzék. Legyen szép napjuk. Viszontlátásra. Örüljenek egymásnak, mosolyogjanak.